A nyíri erdő, amelyet egykoron valóságos botanikai csodaként tartottak számon, tipikus képviselője a különlegesen szép és jellegzetes Duna-Tisza-közi homokpusztai tölgyeseknek. A ma is hangulatos erdő Kecskemét határában Hetényegyháza és Méntelek falvak között mintegy 1450 hektáron terül el. Az Alföld hajdan mesébe illő, gyöngyvirágos és pusztai tölgyeseiből itt még megtalálható az, amit egykor jellegzetes alföldi erdőnek neveztek. Egy október végi csípősen hideg reggelen, a barcogás szinte utolsó napjainak egyikén kísértük el vadászatán dr. Tombor Antalt, Túni bácsit. Egy olyan vadászt, aki több mint 40 esztendeje tette le a vadászvizsgát, és egész életében fontos volt számára a vadászat, a vad tisztelete. Kísérő vadásza, Huszárik Béla, a Kefak ZRT Észak-Kiskunsági Erdészetének fővadásza volt, aki nem csak a nyíri erdő alapos ismerője, hanem Tóni bácsi régi vadásztársa is. A mai reggelen épp a barcogásnak a legvégét sikerült elcsípnünk. A Tóni bácsi volt kedves vadász vendégünkkel. A terület talán legjobb barcogó helyére cserkeltünk be. Hát most azért volt lényeges, hogy ide menjünk, mert gyakorlatilag barcogás már megszűnőben volt, de itt még azért elég jó barcogást tapasztaltunk, hallottunk, láttunk. Egészen a csapos bikától a komoly nagyra nyérmes bikáig volt még bent a barcogó helyen. Tarrad már nem nagyon volt bent, ami már jelzi, hogy lassan vége lesz a barcogásnak. Fiatal Mika itt. Menjen, megnézzük, lehet, hogy törött. Itt is fekszik egy barranc, komolyabb. A galagonya bokor alatt. Fiatal mind a kettő. Ez ilyen 5 éves, első lapátos. Szerintem mind a kettő első lapátos. Na most már kezdenek elfáradni végre a barcogásnak lassan. Most a legbal szélső, de takarva van, csak a hátulja látszik. Az akáca mellett, ha elnézem balra, most belépett balra. Na, majd vissza fog jönni. Most jön balra, ott ment a bokrok, galagonya bokrok között. De balra megy, várjunk egy kicsit. Na, most jön kifele. Most elméletileg, várjál, nem jó. Megint ott van mögött a nagy. De ha tovább jön, akkor jó lesz. És mögött a nagy. Az jó. Hát én 1972 óta vadászom, és hát tulajdonképpen mindig azt szoktam mondani, ez olyan, mint a vallás. Az ember alázattal fordul az erdő, a vad felé, és hát nem minden nap van ilyen szerencséje az embernek, mint ez a mai vadászat volt, de akkor is nagyon szép, olyan kikapcsolódás, az ember megújul egy ilyen természeti környezetbe. Igazi kivaló, hasatlapátú, felemás. Hát Tóni bácsi, gratulálok, üdv a vadászat. Köszönöm szépen. Tőled ez egy jelkép, ez a sikernek a jelképe. Egy utolsó falaton pedig megtiszteljük a vadat.
egy végtisztességet adunk meg neki. Hát Tóni bátyám, üdv a vadásznak! Gratulálok még egyszer! Külön a szép lövéshez, gratulálok! Ezt a bikát azért választottuk ki, mert igazából az a kívánatos, hogyha nagyon szép telt lapátja van mind a két száron, de ennek a bikának a baloldali lapátjában egy nagy hasadás van, ami indokolja a bikának az elejtését. Nem kívánatos az, hogy továbbra az állományban maradjon, mert valószínű ez öröklődik is, meg tehát ő belül valószínűleg már teljes éplapátú nagy bika, mint amit láttunk bent, az a szép teltlapátos, 4 kg fölötti nem lett volna. Láttunk egy csomó középkorú bikát, ami szép teltlapátos volt, azokat nyilván nem bántjuk. Ez egyébként a vadászvendég számára még egy érdekesség, mert nem egy ilyen commerce sima lapátos trófea, hanem egy kis kuriózum van benne. Egyébként a színe szép neki, meg a másik lapátja szép, tehát lapát, csipke jó, meg szép, de hát ez volt az oka annak, hogy őt választottuk. Széchenyi Zsigmond mondta, hogy a vadat tisztelni kell, mert ez az életét adja, ami passziónkért. És ez bizony így van. Ez egy nagyon szép vadászhagyomány, amiből nem szabad engedni, ezt mindig így kell csinálni, mert a mai világban, amikor nagyon fölgyorsult, nagyon rohanó az élet, ha egy vadászvendég áldoz arra, hogy ő itt eltöltsön egy napot, két napot, kinek mennyi ideje van, az szépen, nyugodt körülmények között a siker minden ízét ki kell élvezni, ez hozzá tartozik, ez egy olyan hagyomány, amit ápolnunk kell, és ez mindig így csináljuk, és ápolni is fogjuk. Mi itt a Nyíri erdőben egy nagyon komoly mennyiségi és minőségi dámállományt kezelünk, ezért különös hangsúlyt fektettünk arra, hogy csak a szakmai szempontoknak megfelelő egyedeket mind korban, mind trófea felrakásban, csak azokat az egyedeket ejtsük el, ami kívánatos, hogy elejtsünk. A vadászatnak azt gondolom nem csak arról kell szólni, hogy megszerezzük a trófeát, hanem a vadász vendéget a vadász élményhez kell juttatni. Ehhez hozzátartozik az is, hogy egy ilyen gyönyörű reggelen 8-10-15 akár többikát is el tudunk bírálni, meg tudjuk nézni, el tudjuk mondani a véleményünket, és akkor közösen meghozzuk a döntést, hogy ezt a bikát kívánjuk elejteni, és akkor kivárjuk a megfelelő pillanatot, és azt gondolom, hogy ez adja meg igazán a vadászatnak a varázsát. Ez juttatja egy páratlan vadász sikerhez, vadász élményhez a vendéget, amire azt gondolom, ha évek múltán is ránéz a trófeára, ez a csodálatos reggel fog eszébe jutni. Remélem, hogy még néhány évig megadja az Isten, hogy itt ezen a területen tudjak vadászni és élvezni a természet szépségét.